Sziasztok srácok, üdvözöllek benneteket, folytatjuk a Polybridge 3-at, és a mai részben hidraulikus rendszerrel ellátott hidakat fogunk építeni. Itt a kampányban nem más, mint a Bifrost Bendet fogjuk most végigcsinálni, ami 12 pályából áll, és hát azt írja itt rá, hogy hidraulikát kell majd nekünk használnunk. Viszont mielőtt ebbe belevágnánk, ennek a videónak van egy támogató, úgyhogy rövid kis reklámról következik. Cserébe a videó további részén nem lesz semmilyen reklám. A csatorna támogatója Gamivu, amely egy internetes webáruház, ahol főképpen digitális játékkulcsokat, tehát számítógépes játékokat és ajándékkártyákat tudtok vásárolni. Ha körbenéztek az oldalon, láthatjátok, hogy jó áron tudtok játékokat beszerezni, és hogyha használjátok a leírásban lévő linket, akkor 5% extra kedvezményt kaptok, és még a csatornát is tudjátok vele támogatni. Úgyhogy ha érdekel, csekkoljátok, most pedig térjünk vissza a videóhoz. Az első pályánk a Forced Draw Bridge, ahol 24 000-es büdzsénk van, és láthatóan egy át kell engednünk egy rendőrautót hidraulikával, és jönni fog egy tengeralattjáró és egy űrsikló. Oké. Jó. Van is egy ötletem, bár az lehet, hogy túl egyszerű lenne. Most nincs bekapcsolva közben a grid, ugye ez a hálós történet. Ez így nem. Ez így túl egyszerű lett volna, hogy igaz legyen. Bár szerintem lehet, hogy csak ennyi a probléma. Oda néz. És működik! Azért ezt így kiráztuk a kis ujjunkba, persze még kérdéses, hogy amúgy maga a rendőrautó, és nem szirénázik, lehet, hogy elindul. Ott megy a tengeralattjáró. Oké. Összecsukódik, ugye összezár. Nem néztem meg, hogy... Az baj, hogy már ezt elkönyveltem egy sikeres küldetésnek. Lehet, hogy egy-kettőt acélral megerősítünk, jó? És ezzel most gyorsítunk. Tehát felnyílik. A lecsukódásig elmegyünk. Jó, lecsukódik. És letörött, nézd meg. A francesen bele, jó? Akkor megyünk ezen a vonalon tovább. Igazából a túloldal az, ami picit gyengélkedik. Megnézzük. Elment minden, most ötszörös a sebesség, így. Átérsz-e? Így igen. Jó, oké. Hát igen, ott az elején a tartószerkezetet meg kell erősíteni, hogy nem is biztos, hogy baloldalt is meg kellett volna. Egész jól gazdálkodtunk a büdzsével, maradt egy kis pénz a zsebbe. Joint work. Oké, 25 000-es büdzsé, és lesz egy vitorláshajó. Elég érdekes kinézete van ugye így a vitorláshajónak, amelynek itt kell, ha mindenféleképpen itt kell felnyílnia. Aha. Szerintem amúgy hasonló opciónk lehet, nem? Amint az előbb volt. Csak kérdés, hogyha a motoros átmegy, ugye, és az A2-nek meg kell állni az A1-es stop pozícióban, hogyha az ott megáll, akkor nekünk azt ott meg kell tartanunk. A súlyával nem vagyok tisztában. De valószínűleg nem egy könnyű történet lesz. Valami ilyesmit gondoltam ki első körben, ez egy nagyon egyszerű hirtelenjében. Oké, és a kis motorosunk az átért, viszont szerintem ez le fog törni, nem? Nem! Na teljesen jó. Easy! Ugye itt láthatjátok, hogy előre épített rész van. Gondolom nem lesz majd minden pályán így előre javasolt hidraulika. De itt ugye ezzel tudtuk most itt hirtelen megoldani, és a traktorunk az is simán átmegy. Igazából ezen még karcsúsítani is lehet, és akkor kicsit olcsóbb lenne a történet. Teljesen jó volt ez így. Raising Bridge, ez ilyen, ezt fel kell majd emelnünk, hogyha minden igaz. Ugyanannak a hídnak kell fent is és lent is lennie? Ó, sejtem, hogy mit akar. Várjatok, hogy elég hosszú amúgy ahhoz az út, hogy... Tökéletesen átér. Oké, szuper. És ezt emelnénk föl esetleg. Azt lehet olyat? Mondjuk így. Megnézzük, hogy ez mennyire okés. Valami ilyesmire gondol itt szerintem a játék, hogy ezt kéne csinálni. Valószínűleg nem lesz elég a magasság. Ha a magassággal még lesznek problémák. Átment! Bocsánat, én kérek elnézést, egy kis fekvőrendőr lett ott a végén. De teljesen jó a megoldás. 99,21%, az úgy kicsit sok. Hát ezt így kisújból kiráztuk eddig. Jöhetnek a nehezebbek. Igen, itt annyi lesz a történet, hogy egy stabil hidat kell csinálnunk szerintem. Ugye le tud nyílni majd. Megpróbáljuk ezt itt szerintem. Hát mondjuk annak a kis postakocsinak, vagy nem tudom mi a tököm akar az lenni. Azt hiszem elég nagy súlya van. 17, 94, azt láttátok? Lehet, hogy
meg kéne csinálni, hogy ott hagyja. 94 az mondjuk elég brutális terheltség. Oké. Okay. Hogy be lehet kapcsolni, azt is néztem. Valahol, hogy stresszt lássunk. Hát ott volt, láttátok? Ott törött el. Igen, az a baj, hogy ugye itt nem csatlakozik be. Ha megnézzük, hogy így, hogyha az is ilyen pontnak van berakva, akkor becsatlakoztatja-e. Ugye látszik, hogy ott az eleje az nem tökéletes, ott az ívek se lettek tökéletesek. Aha, így jó lesz. Így jó lesz, mert így a terhelést azt átveszi. Az előbb ugye fixen az egésznek középen kellett tartania. Tökéletes igazából. Jó, ezek ilyen nagyon, úgy érzem, hogy ilyen tutoriál jellegű pálya. Pályák? Hogy halló, itt mi történik? Ezt lemásoljuk ide bal oldalra, amit szóltok hozzá. Szerintem itt az lesz a matematika, hogy itt ugye elmegy a két hajó. Ha és a két hosszú hidat kéne majd át küldeni a túloldalra, csak kérdés, hogy három hosszú út kell neki, oké. Okay. Ezek a golfkocsik, ezek biztos, hogy nem nehezek. Aztán majd meglátjuk, és akkor ezt most kivágjuk. És visszaflipeljük. Így né. 90 fokot. Nézzétek, csak ide beillesztjük. Nem így, hanem pont a másik. Így né. És a végét, azt ugye be kell állítani, hogy majd összecsatlakozzon. Egyes, kettes. Remélem, hogy ez így jó lesz. Meglátjuk. Most erre kíváncsi vagyok. Most bekapcsolva maradt ez a stressz láthatóság, de szerintem ez nem feltétlenül probléma. Ezek a hóemberes kis golfkocsik, nem hiszem, hogy ezek lesznek. Meg hát elég jó szerkezet van ott az elején. Oké. Okay. Ez azért elég fullos híd lett, ebből nagyon sokat lehetne faragni. Na. Azt hittem, hogy utolérje a másikat, kicsit megkocolja, de nem. Total control, itt bele is vág a játék elég erőteljesen ebbe a történetbe, mert autó, hidraulika, hajó, hidraulika, autó, hidraulika és visszafordulás. Úgyhogy itt lesz bőven tennivaló. Na, építünk erre valami érdekes megoldást. Nem lentről, hanem fentről emeljük a hidat, ilyen érdekes kötéllel kikötött acél szerkezeten keresztül, amúgy nem is biztos, hogy működni fog. Lássuk, hogy működik-e. Félek, hogy a kötél amúgy el fogja bírni. A kék autó az pipa. Jobb oldalt az ott zárazott pipa. Ouch. Na ez baj. Erre nem számítottam, hogy ez nem fogja tudni felnyitni odáig. De erre is van megoldás. Nem egy ugrató, pedig az amúgy most hasznos lenne. Hanem megpróbáljuk azt. Arra is kíváncsi vagyok, hogy mi van akkor, hogy ezt most kitörlöm. És mondjuk azt neki, hogy itt igazából úgy is meg tudjuk azt oldani, hogy elég magas ez itt, akkor egyből ide kötöm. Be tudom ezt kötni kettőből ide vajon. Úgy, hogy az egyenes legyen. Hát ez talán egyenes, nem? Hogy feszüljön az egész. Baloldalt pedig a mozgatóval szintén megpróbáljuk ezen a szinten egy hasonló távolságra elmozgatni, és ezt a hidraulikát ide így berakni. Azon pont nem kell állítani semmit, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ez így működőképes, ugye, hogy több hidraulikát kötünk egymás után. Jó, kicsit aggódtam, hogy túlságosan fölnyílik, és átbillen a túloldalra, mert ugye az is benne van a pakliban, de ez nem történt meg szerencsére. Jó. Másik oldat az lenyílt. Ez itt még itt felszedtük a csillagot. Szépen azon végér. Igazából ebben nagy matematika nincsen. Ugye az fölnyílik, itt baloldalt fölnyílt a híd, de hát annak már ugye nagy jelentősége nincs. És akkor megyünk is a zászlóért. Visszük a szalmabálákat oda. És bönn is van. Királyság. Jó, ez egy kis időt azért igénybe vett. 42 000 volt a büdzsé. Próbáltuk azért kicsit okosabban megoldani. Bár most őszintén még nem nézem a büdzsét. Inkább próbálok valami érdekeset alkotni, vagy olyat, ami működik. Check your staging. 24 000-es büdzsé. Egy hatalmas kalózhajó jön, ebbe biztos vagyok. És mi a sorrend? Azt mondja, van egy zöld autónk, hidraulika hajó, hidraulika, piros autó, hidraulika és visszafordul. Szerintem ez a hidraulika ide nem kell. De majd ezt meglátjuk. Kötél hiány, csak itt simán ilyen osztopot teszek. És megpróbáljuk azt, hogy tök jó lenne, hogyha ez itt valahogy fönt ketté tudna úgy válni, hogy közben mégis egymást tartsák. Nem nehéz ez a két jármű, ez 6-os, ez pedig 5-ös masszal rendelkezik. Jó, hát átmenni át tud. Ott már a nehezebb.
Aha, az valószínűleg ott nem fog visszacsatlakozni, igen, mert azt már ott semmi se tartja. Tehát neki ott mindenféleképpen kéne csatlakozunk. Most egy picit meglepődtem, erre nem számítottam. Jobban szétgyújtottam a hidraulikákat, meg ide középre beraktam egy ilyet, és akkor ez elméletileg nem hagyja majd, hogy az az egy adott elem így lifegjen. De ezt most mindjárt meglátjuk. Oké, tartólag, vagy tartásban elbírja. Íj, hát azért ott lifeg. A kérdés, hogy visszacsatlakozik-e. Elfér a kalózhajó. Milyen aranyos kis kalózhajó ez. Hát nincsenek is rajta kalózok. Nem baj, ez most nem lényeg. A lényeg, hogy a hidunk megfelelően csatlakozzon vissza, mert ha nem... Jó, oké. Onnantól kezdve, hogy bevillant a fönti, már igazából nem is aggódom. Hogyha az nem lett volna így, akkor az lehet baj lett volna. Most mi történik? Ez baj? Ja tényleg, hát ezért mondta, hogy checked... Kimentünk a bücséből, gyerekek. Az a nem mindegy. Tehát az a lényeg, hogy itt van egy fölösleges hidraulika mozgás, aminek nem kell. Úgyhogy most megnézzük, hogy így jó lesz a történet. Nem, így viszont nem bírja el a hidat magát. Ajajajaj. Tudom, nem túl költséghatékony, de itt próbálok azzal játszani, hogy magát itt a fő tartó szerkezetet húzom minél jobban hátra, hogy az megfelelően amúgy stabilis, most azt néztem, hogy mennyire ing meg esetleg. Csak az a lényeg, hogy eléggé fölnyissa. Hát ez nagyon necces. Attól függ, milyen szögben nézem. Ó, azt itt a karcolja. Jó. Elméletileg ez jó lehet. Most kérdés, hogy beállította, szerintem nem állítottam be a hidraulikát, úgyhogy ezt meg kell nézni. Így van, ez a hidraulika mozogna, akkor a kis autó nem tudna átmenni, szóval most elméletileg már jók leszünk. Tehát átmegy a kis busz, a hidraulika megfelelő magasságba fel tudja ezt nyitni. Ó, átmegy a hajunk, ezt most felgyorsítom picit, mert ezt az előbb már láttuk. És elméletileg akkor az autónk most már épségben és biztonságban át tud menni, és vissza is tud jönni remélhetőleg. Micsoda? Szétnyitott ott középen. Mert ugye van még egy hidraulika stage. De hát azt nem is tudom, hogy hogy lehet kikapcsolni. Lehet, hogy azt is lehet állítani. Erre legközelebb figyelünk. Na a lényeg, hogy megvan. Down and around. Azért, hó ember, hogy feszül abban a kis kocsiban. Be kell kurblízni. Nagyon jó. Van egy hőlégballonunk, 38 ezrünk, tartópillárunk és... egy brutál nagy ilyen cuccunk. És elég amúgy a túloldalig, szerintem elég lesz amúgy a 8 darab, de mindjárt meglátjuk. 8 darab elég. Aha, és ezt bárhova tudom kvázi tenni. Igazából ezzel csak az a probléma, hogy ez csak egy támpontot ad alap esetben, ugyebár. Úgyhogy nem gondolom, hogy erre feltétlenül szükségünk van. Mert ugye van egy olyan jó kis megoldásunk, amit már egyszer használtunk, hogy ezt így ki tudjuk kötni, és akkor, hogyha ezt lemásoljuk a túloldalra, és látkopizzuk, akkor ez már működik így. Itt elfelejtettem hosszában átkötni, mert amúgy ennél ez is fontos. Meglátjuk. Megállt a hidunk. Mi, ne fölfele! Oké, rendben csak. Ezt a másik irányba kéne. Úgy. Jó. Nagyon szuper. Kérdés, hogy eléggé lenyílik-e? És a válasza nem. Maga az ötlet szerintem nem rossz. A kivitelezésben még azért vannak hiányosságok némileg. Ugye, ha túl sok hidraulikát pakolunk, akkor figyelnünk kell, hogy az egész szerkezet ne csukoljon össze, hogyha ezt nagyon eszetlenül csináljuk. De, ha ezeket lecserélem itt, mint hidraulikára, akkor ez egy egészt alkothat. Most nem tudom, hogy ezt a gondolatmenetet tökéletesen úgy értitek, ahogy azt én szeretném. De a lényeg, hogy ez is kicsit össze tud menni, bár lehet, hogy szét fogja rántani saját magát. Ez egy nagyon jó kérdés. Most erre kíváncsi vagyok, hogy ez ilyenkor... Ilyenkor mi történik? Hát egy kicsit szétrántja saját magát. Nem kell neki annyira összemennie igazából, csak egy picit, pont annyira, hogy... hogy elférjen fölötte a hőlégballon, mert itt ugye nem kellett hozzá nagyon sok. Minusz 30%-ra tesszük az összeset. Így. Egy darabig jó is volt, egy idő után kezdett el nagyon jó. Így. Ah, de tökéletes, oly de gyönyörű. Oda néz, de gyönyörű. És elfér.
Azért ez milyen érdekes megoldás, nem? Tehát, hogy még maga az út is egy kicsit összemegy itt a hidraulika segítségével. Ez így most pattant ki a fejem, hogy lehet ezt még lentebb emelni. És visszacsatlakozik, bár mondjuk ott van egy nagyobb rés. Na, az azért ez egy... Na, eddig ez volt a legérdekesebb hidunk, én úgy gondolom. Menjünk tovább szépen. Draw out bridge. 70 ezer. Mennyi? Sikerült áthidalni ezt a 30 métert, konkrét, fix, lerakható oszlop nélkül. Ugye láthatjátok, hogy acélkábelt használtam arra, hogy itt csináljak egy ilyen támasztékot, ami igazából a hídnak a fő szerkezete, viszont itt fejbe kell tartani, hogy ez mozog, és egy picit tesztelgettem is az első autónál, ameddig kinyílik a hidraulika, ugyanis onnantól kezdve, hogy kinyílik a hidraulika, ugyebár a hidunk egyetlen egy ponton csatlakozik be, itt, illetve itt és már itt, ugye ezt itt kiegészítőként ide tettem ezt a párat, ugyanis a kábelek azok kicsit mozgékonyak, és azok valamennyire rugalmasak, és onnantól kezdve, hogy a hidraulika kinyitja ezt a középső hidrészletet, az egész így elkezd billegni, úgyhogy bal oldalról kénytelen voltam picit megtámasztani, mert ez a rész nehezebb. Itt jobb oldalt pedig bízok benne, hogy majd ahogy lenyílik a hidraulika, úgy majd szépen visszacsatlakozik ebbe az egészbe. Nem tudom, hogy minden autó sikeresen átérje, és hogy rendesen visszacsatlakozik-e. Ez már egy párszor lett tesztelve a híd, hogy egyáltalán megáll-e, de nem tudom, hogy átérnek-e, most viszont megnézzük. Na, van egy 50%-os alapstressz, azért az elég sok. Jó, odaig simán eljutunk, hogy a híd kinyílik. Szuper, nem tudom, hogy hol van amúgy ez a nagy stressz. Aha, hát igazából a kábeleken, meg ott lent az egyik fa gerendán, ahogy látom, ott látok leginkább sárgulást. Oké, becsatlakozott, nagyon jó. Nagyon, hát mondjuk ott van egy kis döccenő, de átdöccennek rajta. Volt egy pillanatra egy megingás, de azért a szombréros barátunk remélem, hogy nem teszi tönkre a hidat. Szuper! Most megmutatom nektek gyors, hogy értsétek, hogy mire gondoltam az előbb, hogyha itt így kinyílik a híd, itt megijedtem amúgy, hogy nem lesz jó a történet. Látjátok, hogy itt elkezd billegni, mint az állat, ezért került oda az a stabil pont. Itt így ugye nem fog visszacsatlakozni, várhatóan a történet. Kicsit rágyorsítunk. És akkor itt már veszett fejszennyele az egész. Szépen plöttyennek egyet a vízben. Így van. Jó, de ezzel nincs probléma, mert igazából, hogyha ugye rendesen meg van csinálva, akkor mindenki is átér. Éppen is egészségesen. Úgyhogy megcsináltuk ezt a hidet, csak mint érdekesség mutattam meg. Próbáltam tényleg egy nagy hidat csinálni, de látszik, hogy itt mások is azért nem feltétlenül. Mondjuk ő használt segítséget, az úgy mondjuk elég egyszerű. De ez is tök jó pofa, hogy ott így, hogy itt szétnyílik kicsit a híd. Úgyhogy itt azért lehet okosságokat alkalmazni. Drawing obliqui, obliqua, nem tudom, hogy kell kimondani. A lényeg, hogy jön ez a nagy monster truck. Hidraulika. Ez egy hidroplán szeretne lenni? Nem hidroplán, mi ez? Nem jut eszembe a neve, ez a hajó, tudjátok, ami hatalmas propeller van és azáltal tud közlekedni, illetve van egy repcsink, ami jön és megint hidraulika, amely megfordul és visszajön. Oké. Igazából a repülőt hidraulika nélkül át tudjuk hidalni. Ez úgy fog kinézni, és ezt még nem is használtuk, hogy van itt ilyen trace tool, és ezzel tudunk olyat csinálni, hogy két pontot így, amúgy ki is lehet húzni, meg mit tudom én, de hogy így tök szép íveket lehet vele csinálni, ezt ti is írtátok, hogy sztárpén nem használod, és amúgy tök jogos, már nézegettem amúgy, és akkor hogyha azt mondom, hogy ez így oké, amúgy lehet neki tök sokféle módot állítani, tehát egyenest is tud, és stb. Szóval azt mondom, hogy ez így oké, akkor azt mondom neki, hogy fill, és szépen feltölti nekem. És akkor csinált nekem egy tökéletes ívet. Akkor erre még teszünk ugyebár egy híd szerkezetet, csak így lightosan. Oké. Hát ez mondjuk nem biztos, hogy ki fogja bírni, ennek a súlya 8-as. Azt hiszem kimaxoltuk. Hoppárép plötty. Ez talán így elég lesz. Ugye megnézzük, számok rendben vannak, tegyünk egy próbát. Most ez nagyon ilyen adhok módon megy ez a történet. Jujj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 
Mi? Elvá... Ú, ezzel nem számoltam, mert elvágja a kábelt, haló? Pont úgy néz ki, picit, mint valami daru.
És lehet, hogy ez így jó is lenne. Most erre nagyon kíváncsi vagyok. Odafigyeljetek, micsoda szerkezetek vannak itt. Ne! Melyik törött el? Most ez miért törik el? Az előbb ez bírta. Nem? Mindegy, most ezért megpróbálunk ilyen, tudjátok ezt a... Ha nem bírja, akkor a célra cseréljük kategóriát elkövetni. Igen, csak az a baj, hogy itt ilyenkor sorra szoktak jönni a problémák. Csak-csak direktben a lentit kéne megfogni, nem pedig így himi-humizni toldalt, mert az előbb át tudott menni. Tehát, megint nagyon nagy az alapstresszünk. Lássuk csak. Érkez ide? Nem. Most nem látom, hogy melyik rész nem bírja igazán itt a terhelést, úgyhogy kipróbáljuk most egy kicsit úgy, hogy azért teszünk akkor bele egy kicsit több acélt. Viszont ha már teszünk bele több acélt, akkor ez legyen nagyjából így egy síkban. És akkor megnézzük, hogy ez mennyire fogja így bírni. Most 51% volt az alapstressz, az barátságosabb. Okés. Jó, kibírta. Eddig nagyon jók vagyunk. Ez felnyílik annyira elmetlek, hogy ez simán átmegy. Ez amúgy annyira abszurdan néz ki ez az egész híd. Nagyon jó. Nagyon tetszik. És igazából kihoztuk az 50.000-es hidat 34.200-ból. Az eleje is tök jó, ezzel az íves módszerrel, meg a második fele is igazából teljesen korrektül néz ki. 11. pálya a Swills and Sails, ami 49.000-es büdzsével érkezik. Kettőször lesz hidraulika, és igazából azt a nehéz kamiont kell átjuttatnunk. Oké, mindenféleképpen ki kell használnunk a hidraulikát, hisz ahogy látszódik, azokat a hajókat bizony át kell engednünk. Úgyhogy mit szólnátok hozzá, hogyha most azt mondanám neki, hogy nézzünk meg egy ilyet. Ebből az egyszerű kis megoldásból szeretnék most kiindulni. Ugye a teherautónak 8 egység a súlya, úgyhogy az annyira talán nem vészes. Ezt most ugye átmásoljuk a másik oldalra, és itt középen azért nem kötöttem össze, mert láttam, hogy ez itt ugye nem fog még egyből összeérni. Ezt azért csak-csak oda kötném, jó? Tehát, hogy azért legyen erő és tartó szerkezet átvitelott. Jó, itt jók a számok, nézzük meg, nem biztos, hogy működni fog. Ugye meg kell nézni, mennyire nyílik fel a híd. Túlságosan is, oké? Okay. Jó. Hogy be tud pörögni, mert igazából szinte teljesen föl kell nyitnunk, ami azért egy kicsit nagy probléma, de ettől függetlenül vegyük le mondjuk 40%-ra, és akkor nézzük meg 40%-on mit produkál. Így né. Hát a 40% azt szerintem nem lesz elég. Valahol az arany középút a kettő között lesz, ez le fogja verni. Így van. Jó. Túltárgyaltuk. Akkor legyen egy 45% mindkét oldalon. Kísérletezéskor amúgy pont, hogyha szimmetrikus a két oldal, lehetne ugyebár az, hogy az egyiken ezzel, a másikkal azzal tesztelem. Ez most így jónak tűnik. Nem biztos. De, az ott megkarcolta a hidat. Jó, és akkor most jön az igazi kérdés, hogy maga a teherautó átmegye. 28%-os alapstressz az teljesen tökéletes. Igazából nincs kérdés itt. Túl sok. Itt már az évek meg a rutin, az megoldotta ezt a kérdést. A 12. és egyben, hogyha minden igaz, az utolsó pályánk az pedig a switch flip, ami egy... most kell egy kérdőjel nekem, oké. Annyi az egész, hogy először megy majd a B autó, aztán pedig a D autó, és közben vannak ugye hidraulikáink, és hát ugye mind a kettőt az ellenkező oldalra kell átjuttatni, úgyhogy... ezt szerintem tök jól meg tudjuk csinálni, igazából a híd annyit fog csinálni, hogy egyszer ennyit fog csinálni, utána pedig így ennyit. Középen lesz majd a csuklópont, vagy úgy mondjam, de erre építünk 55.000-ből egy nagyon szép, egyszerű hidraulikus hidat. Sikerült a terveim szerint megoldani ezt a feladványt, és hogyha minden igaz, ez most már jól is működik. Ez már arról szólt, hogy finoman, óvatosan tesztelgetni kell a hidraulikákat külön-külön, ugyanis hát 6 darab is van belőle, amely elősegíti azt, hogy az autóink fel tudjanak menni a hídra. Na most amit itt láthattok, hogyha a hidraulik kontrollert megnyitom, hogy az első körben, ugye ez az alapállás, mivel a középen lévő állás az alapállás, ezért azt meg kellett csinálnom, hogy az első hidraulikai mozgással ugye a B autónak elérhető legyen a jobb fent a zászló. Ehhez ugye ez a hidraulika, valamint
jobb lent ez itt járul hozzá azzal, hogy a hidat a megfelelő szögbe állítja, majd pedig ezt a kis hát útszakaszt itt a végén, ezt ugye a fenti állásba fogja állítani, amivel tökéletesen majd itt fel fog tudni menni a terepjárónk. Átmegy a terepjáró, és jön a következő hidraulikai mozgás. Itt már láthatjátok, hogy mindegyik hidraulika mozog, ugye a két lenti hidraulika, ami az A mozgásnál ugyebár mozgott, most láthatjátok azt a kettőt, az C esetében ugye visszaállítja alaphelyzetbe, a fönti hidraulikák pedig ugye tovább tolják még abba a pozícióba, ami szükséges lesz a zöld kisautónk számára, plusz ugyebár ez a lenyíló út, ez ugyebár visszanyílik ide lentre, fönti állapotból, hogy a D majd fel tudjon menni a hídra, ez pedig itt kicsit fölfele fog emelkedni, hogy majd ott a D zöld zászlóhoz fel tudjunk menni. Tehát igazából itt azt kellett megoldani, hogy az autók fel tudjanak menni a hídra, és mivel én egy középállást használtam, ezért a híd alapmozgatásához sem volt elég kettő hidraulika, hanem legalább négy kellett. Na de elég a fecsegésből, lássuk, hogy hogy működik ez a mestermű. Várjátok, ezt kikapcsolom ezt a nézetet. Így né. Hopp, egy picit megröccen ott az elején, hát föl kell menni az útra. Terepjáró kibírja. Szépen át billen a másik oldalra, és akkor érkezik is a zöld. Kicsit kevesebb ott a lóerő, meg kicsit kisebb a kerék, de tökéletesen átmegy. Szerintem azért ez egy tök jó megoldás, most nem akartam itt fával vacakolni, meg mit tudom én, erős hit kellett, hogy ugye könnyen tudjam egy ponton forgatni, szerintem tök jól sikerült. Most abszolút nem figyeltem azt, hogy mennyi a büdzsé, ugye 55 ezer és 40 ezeret használtunk fel, tehát ez nem is volt lényeg, a lényeg az, hogy jól sikerült. Úgyhogy srácok, sikeresen megcsináltuk a Bifrost Bandet, és továbbra is a Rustic Barrens és a Lava Lagoon a következő két bárányos, amit meg kéne csinálni, lehet, hogy a lávásat megnézzük a következő részben, hogyha van kifejezett, amit szívesen látnátok, akkor írjátok le. Azért végigmegyünk itt a két bárányosokon, és akkor utána, hát jönnek majd itt a szép-szép fejtörők, lesznek amúgy milyen szép hátterek, kicsit ilyen görög feelingje van ennek az egésznek, ilyen görög tengerpartos. Hangulatos lesz ez majd, és a gondolkodós. Ott nem biztos, hogy egy egész kampányt végig tudok egy videóba tolni, tehát annál tovább tudjuk ezt csinálni. Úgyhogy srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy a velem tartottatok, hogyha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, illetve hogyha szeretnétek és mi nem tettétek volna, meg iratkoztok fel. Én Starkoltam, jók legyetek, sziasztok!